Üdv újfent mindenkinek, ebben a videóban kis érdekességről lesz szó, egy vaskori népességről itt a Kárpát-medencében, amely Hérodotosz szerint méd származású volt, viszont a nép nevük az magyar szó. Jó, kezdjük is az elején. Ugye a források azok az időszámításunk előtt 5. századból valók, mégpedig lenne a méd szigunnákkal kapcsolatban. És hát ugye az előbb említett Hérodotosz mellett azért még jó pár más kútfő is megemlékezett róluk, például Apollonius, Rodosz is, és hát ők abban egyező véleményen voltak, hogy ez az úgynevezett szigunna népesség, ez a havas elvétől, tehát a Duna torkolatától, Duna Fekete-tengeri torkolatától az Adria végéig ért, lakta be a területet pontosabban. Tehát nem néz kitalálni, hogy ebben tökéletesen benne vagyon a Kárpát-medence és Romániának a havas alföldi része is. Sztrabón pedig később a Kaukázusnál tesz róluk említést, hasonlóan Pseudo-Orpheushoz. Tehát ez nem egy földrajzi területen élt nép volt. Jó, tehát a Trákiától északra kezdődő havaselvétől az Adria végéig érő területen, illetve a Kaukázusban találkozunk a szigunnákkal. Fischer Károly nevüket a szigony szóval hozta összefüggésbe, ami majd látjuk, hogy nem légből kapt következtetés lesz, de majd egy kicsit később visszatérünk, illetve hát mindjárt. Timonax megjegyzi a szkítákról, hogy 50 törzsük volt, és ennek az egyik törzse volt a szigunni törzs. És ő továbbá megjegyzi, hogy nevüket sajátos lándzsájuktól kapták. Na most, ha megnézzük a lándzsákat, a szkíták lándzsáit, akkor látjuk, hogy valóban van egy-kettő, amely szigonyra emlékeztető formát visel. Tehát Fischer Károly a múltban, 19. században ezért következtetett arra, hogy a nevük szigony jelentésű és magyar eredetű lenne. Alexandriai Hészük Hiosz szerint, illetve hát a szótára szerint, a szigunnoi szó jelentése éles lándzsák lennének. Arisztotelész poétikájában szigunon egyenlő lándzsa, és ezt a szót ő a ciprusiaktól eredezteti. Tehát Cipruson is ennek nevezték a lándzsát szigunnoinak, illetve szigunnonnak ebben esetben. Stefanos Byzantios szerint, aki Ktesiaszra hivatkozik, Szigunnosz egyiptomi város, és amelynek lakói a szigunnoik voltak. Tehát a Kárpát-medence mellett és a Kaukázus mellett most egy újabb régió, Egyiptom is képbe kerül. Larcher szerint szarmaták voltak, akiket a királyi szkíták telepítettek a Don mellé időszámításunk előtt a 7.-6. században. Na most az időszámításunk előtt 7.-6. században ott élt szarmaták későbbiek folyamán elkeverednek majd a Mezopszkaja néppel, az inkább időszámításunk előtt 4. század környékére tehető, majd a hunok Krisztus utáni 1.-2. századában itt élt népességével, és ez lesz majd az európai hunság, melyet Gerasimov régész már korábban leközölt. Erre most Török Tiborék genetikai bizonyítékokat találtak. Tehát ezért nem lehet az, hogy az Urálnál, illetve a Donnál elkeveredett szarmata mezopszkaja népesség, majd aztán a szarmata, vagy innentől uráli szarmatának nevezhető népesség elkeveredik a hunokkal, ugyanis ez nem a magyarság
illetve nem a secundus ingressus, hanem a primus ingressus, tehát a hunok, az európai hunok indulnak el innen. Ez nagyon fontos. Macan vagy Macan szerint nem médekről, hanem maidoi, szerinte valószínűleg trák népről lenne szó. Hát igen, ez sem kizárt, viszont akkor a maidoi népnév az megint csak nagyon hajaz a mi népnevünk szótövéből, görögös formában fennmaradt népnévre. De hát nem Trákiában éltek ők, hanem Trákiától északra, egészen az Adriáig, ha Európából nézzük őket. Hát ugye Miresz, vagy Maires, nem tudom, hogy kell ejteni, időszámításunk előtt 5. századi Tráciától Adriáig terjedő területen egyfajta kereskedő népet látott bennük, akik eljutottak a Rajnáig, és itt már ugye a Rajna kapcsán az a Sikamber-Sigunna népegyezés, vagy névegyezés, bocsánat, szóbotlás, is felkeltheti az érdeklődésünket, hiszen a trójai menekültek, nagyon sok nép, nem csak a frankok, hanem például az itáliai népek eredet mítoszában is megtalálható. És hát itt is egy érdekes felvetés, ugye, hogy a Rajnáig eljutnak. Illetve hát a Kaukázusig ő is megemlíti, de ő a szeguanni kelta néppel azonosította őket. Hát a frankok egészen biztosan kelta eredetű nép voltak, ugye akiknek a Sikamber mondája megmaradt, Thurzi Szent Gergely közlése okán, meg a Frankórum közlése okán, ugye Thurzi Szent Gergely csak annyit írt az 5. században, hogy megkeresztelték a merovingokat, és emelt fel fejet büszke Sikamber kifejezés, de hát az nem azonosítja Pannoniával az ő eredetüket, viszont a későbbi frank krónika, az 7. századi, az viszont igen. De ott van megint egy tévedés, hogy azt mondják, hogy a Meotisnál keresendő Sikambria. Nem, Pannonia a Meotis mellett keresendő az eredeti szövegben, és Pannonian belül keresendő Sikambria. Itt megint egy ilyen csúsztatás, ami félreviszi teljesen a Sikambria lokalizációs helyét, pozícióját, és hát ezért kell az eredetit mindig megkeresni, az eredeti forrást. Ugyanúgy, ahogy soha nem volt semmilyen forrás, hogy Alba Ecclesia mellett lenne Árpád sírja. Tehát a szikamberekkel kapcsolatban az a források, illetve nem a szikamberek, a szigunnákkal kapcsolatban a források, ezek lennének, valaki szerint trák nép, valaki szerint kelta nép, de a legtöbb forrás egy méd eredetű nép, és akkor jöjjön Szabó Géza, PhD régész beszámolója, kuriózumként, aki ecsetelni fogja, hogy ugye regőnél ők egy vaskori tumuluszt, hogy miket találtak, és a régészet az milyen irányba mutat. Én megköszönöm a figyelmet, hallgassuk dr. Szabó Géza, PhD régészt. A regői Struppka magyar birtokon feltárt, Krisztus előtt 7. század utolsó harmadában keletkező leletanyagban, a kerámia töredékeken több esetben is bekarcolt jeleket figyelhettek meg a kutatók, melyeket a párhuzamok alapján grafémáknak, a Kárpát-medence korai írás emlékének lehetett meghatározni. Ez egy nagyon érdekes probléma, hogy a Kárpát-medencében mikor jelenik meg az írás. Van, akik szerint már 5000 évvel időszámításuk előtt itt komoly írás volt, ez a Danubian script, amely a kőkorban alakult volna itt ki, és hát a sumereket is ide kötik, ez alapján ide, innen eredeztetik. Mindenre bizonyítékként a híres tartariai táblákat, tatárlaki táblákat hozzák. És ezért is volt izgalmas a regői leletek anyaga, hogy valójában akkor ezek egy ilyen korai írásnak az emlékei, vagy valami más. Ennek kapcsán át kellett tekinteni a Kárpát-medence korai írás történetét. Éppen erről szólnak ezek a tárgyak, amelyeket most mutatunk be a hónap műtárgya sorozat keretében, amelyek azt jelzik, hogy milyen hihetetlenül nagy mennyiségű információ van akár egy-egy kis tárgy mögött is.
Regőnynek az az óriási jelentősége, hogy 2011-12-ben itt előkerült egy olyan halom, amely alatt egy hatalmas 14x14 méteres belső térben faragott fagerendákból emelt épület volt. Ez az épület tel is tele volt egészen apróra tört leletanyaggal, lehetett látni, hogy ez különböző szertartásokhoz tartozik, és a halom szerkezete, a benne talált leletanyag igen nagy próba elé állította a kutatókat, ugyanis fogalmunk nem volt róla, hogy mi ez. Azt láttuk, hogy ez kitakori, de egyaránt kapcsolatot mutatott Itália etruszk anyaga felé, Nyugat-Európa hastati kultúrája felé, és a keleti szkita sztyeppei kultúrák felé. És volt benne egy olyan szál is, amit érzékeltünk ugyan, de akkor még nem tudtuk ennek a jelentőségét, amely Kis-Ázsia felé mutatott. Tehát jól látható, hogy ez egy olyan csomópont, amelyben sűrűsödve gyakorlatilag megtaláltuk Európa őskori történetének itt az időszámításunk előtti 7. századra vonatkozó, azt mondom, hogy szinte egyik legteljesebb feljegyzését. A regőihez korban is hasonló leleteket évtizedekkel korábban Fekete Mária már Velem-Szentvidéken is megfigyelt. A velemi leletek jelenei között Hosszú Gábor 6 graféma alakot azonosított, melyeknek sajátos hangértékük ismeretlen. Viszont ezek az adott korban véleménye szerint Kis-Ázsiában és Itáliában is többé-kevésbé ismertek voltak. Éppen a törökországi iráni kaukázusi utaknak köszönhetően találtam meg azokat a párhuzamokat, amelyek valóban megmagyarázták a regői leletnek az életét, és amelyek magyarázatot adtak arra, amit korábban nem is gondoltunk volna, hogy a népvándorlások, szokások s Fekete-tenger fölötti, annak az északi partján húzódó útvonal helyett egy olyan útvonalon érkezett hozzánk egy sztyeppei, Közép-Ázsiából induló népesség, amely átkelt a Kaukázuson, lement Kis-Ázsiába, és hozzánk közvetlenül Kis-Ázsiából érkezett regőbe. Ez egy teljesen új dolog volt a kutatás számára, és hát ennek a dolgait kutatjuk most már lassan 10 éve, és még igen sok feladatunk van. Ezeknek a jeleknek a különböző írásokban, akár az itáliai írásokban, az etruszkban is például, vagy a kis-ázsiai írásokban megvannak a párhuzamaik, ahol tudjuk azt is, hogy milyen hangértékek tartoznak hozzá. És ez alapján merjük azt mondani, hogy a regői edényekre karcolt jelek tulajdonképpen írás egy korai rovás írásnak lehetnek az elemei, grafémák, amelyhez szerencsés esetben még a hozzátartozó hangértéket is megtudhatjuk. Ehhez természetesen hosszabb feliratokra lenne szükségünk, de reméljük azt, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, hogy előkerülnek ilyenek, hiszen ez az az időszak, amikortól úgy tűnik, hogy reálisan számolhatunk akár korai hosszabb írásemlékekkel is.